Már a második applikáció, amivel szeretnénk segíteni az embereknek, az első a Safe City, arról szólt, hogy hogyan tudunk megmenteni valakit, aki lehet, hogy a közelünkben fekszik a földön, de nem tudunk róla. Ha valaki letölti ezt a Safe City applikációt, akkor onnantól kezdve, ha ő van legközelebb, akkor mi a mentőközpontból tudjuk riasztani. Már nagyon sokan letöltötték, kiválóan működik a rendszer, embereket mentettünk meg a segítségével. Az új applikációnk, az életmentő applikáció másról szól, ez a segélyhívást tudja megkönnyíteni és gyorsítani. Ha valaki letölti a mobiljára, természetesen ingyenesen teheti meg, akkor már jó előre kitöltheti a saját adataival, a saját egészségügyi információival, milyen betegsége van, milyen gyógyszert szed, van esetleg gyógyszerérzékenysége, allergiája, és amikor ne adj Isten bajba kerül, már nem kell telefonálgatni, gyakorlatilag még telefonszámot sem kell tudni, az applikációban megnyomjuk és nyomva tartjuk 3 másodpercig a segélyhívó gombot, létrejön a hangkapcsolat, és közben egy adatcsomag jelenik meg a mentésirányító képernyőjén, vagyis azonnal látja, kik vagyunk, honnan telefonálunk. Az életmentő alkalmazás nem arra hivatott elsősorban, hogy kiváltsa a hanghívást, hanem kiegészíti egy csomó adattal. Vannak olyan esetek, amikor valaki nem tud beszélni, mondjuk olyan betegsége van, vagy olyan állapotban van, esetleg nem beszéli a nyelvet, Csehországba utazik, Ausztriába utazik, és le van töltve a mobiltelefonján ez az applikáció. Nos, ilyenkor, ha jelezte, hogy ő most nem tud beszélni, vagy nem érti ezt a nyelvet, akkor ikonok segítségével választhatja ki, hogy mi a baj, és így a mentésirányító mondjuk Csehországban vagy Ausztriában is pontosan tudja, hogy honnan jön a hívás, kiről van szó, mi baja van, már indítja is a segítséget. Az alkalmazás nagy erénye, hogy androidos, illetve iOS operációs rendszerű készülékekre is letölthető, sőt, még az úgynevezett Apple Watch-okon, tehát az órákon is lehet használni. Az a célunk, hogy lehetőleg mindenkinek legyen ott a telefonján az alkalmazás. Már az első napokban több mint 250 ezeren töltötték le. Miközben örülünk annak, hogy nagyon sokan letöltötték, azt is megértjük, hogy aki letölti, szívesen kipróbálná. Azt látjuk, hogy sokan ilyenkor véletlenül éles hívást generálnak, ami nyilván kerülendő, ezért kérünk mindenkit, hogy a kipróbálást a kijelző bal felső sarkában levő tesztgomb megnyomása után végezze. Ellenkező esetben aztán gondolkodhatunk, hogy itt most valódi hívásról, vagy pedig vakriasztásról van szó. Az életmentő applikáció kifejezetten mentőhívás céljára, egészségügyi vészhelyzet esetén alkalmazható. Ez volt a szándékunk a fejlesztés során is. Nyilván, ha véletlenül olyan hívás érkezik hozzánk, ami nem a szakterületünkhöz tartozik, viszont más készenléti szerv beavatkozását igényli, akkor a szükséges intézkedéseket mi kezdeményezni fogjuk.